A második világháború veteránjai egy padban ültek a kormánytagokkal és képviselőkkel. Valamennyien világosan emlékeznek a fasizmus rémtetteire. Szabó Ida az idén lesz 100 éves. Az egykori szabadkai lakos Szlovéniában tartózkodott a második világháború alatt. Én azok közé tartozom, akik szervezték a felkelést. És hát mit mondjak? Nehéz harcok folytak, különösen Szlovéniában. Pásztor István tartományi házelnök felszólalásában többek között elmondta, fontos visszaemlékezni azokra az értékekre, amelyekre a nemzetek, régiók és kisebbségek Európája épült fel. Vajdaság történelmi és politikai legitimitása is a 70 évvel ezelőtti eseményekre vezethető vissza. Ovakva rečenica se može i mora izgovoriti, jer se u tom vremenu stvorila mogućnost nastanka moderne autonomije Vojvodine. Tad su stvorene pretpostavke za konstituisanje autonomne političke zajednice koja je kao deo Srbije, a istovremeno i temeljima jugoslovenskog federalizma. Az ünnepi ülésen elhangzott, az antifasizmus, az európai értékekhez való ragaszkodás, az emberi jogok tiszteletben tartása nem képezheti vita tárgyát. Svi se za te vrednosti zalagati moramo, svi te vrednosti unapređivati moramo, i to je preduslov našeg zajedničkog opstanka. Ezen a napon a szabadságot ünnepeljük, ugyanakkor visszaemlékezünk a dicső múltunkra is, mondta Nebojša Stefanović belügyminiszter. Upravo odbacivanje fašizma bilo je temelj uspostavljanja evropskih vrednosti i demokratije. Putem koji je tada utaban, Srbija sigurno korača. Naša evropska opredeljenost je nedvosmislena. A díszülés résztvevői részleteket láthattak a fruskagorai Jazak falu lakosairól szóló dokumentumfilmből is. A helyiek aktívan részt vettek a németek elleni harcban.